Közel 20 éve rendszeresen bemutatják terményeiket a nyár végén a Nagyatádi kertbarátkör tagjai. A gazdák a sportcsarnokban gyűltek össze és pakolták az asztalokra az ínycsiklandó és egészséges finomságukat. A kertbarátokat a helyszínen köszöntötte Orma István polgármester, aki a termelők több évtizedes munkáját méltatta beszédében. A kertbarátkör elnöke elégedett az idei terményekkel. Még a valamikori művelődési házba kezdtük el rendezni, de azt kinőttük meg, ugye most az idén felújításra szólt, és azért vagyunk itt. De itt a sportcsarnokban körülbelül 6 éve vagyunk már. Az idén 21 kiállító hozta el a termékeit. Én ebben nagyon meg vagyok elégedve, mert a mostani időjárás ellenére nagyon szépek a termékek, és nagyon szépek a gyümölcsök, amiket elhoztak. A helyszínen többféle zöldséget és gyümölcsöt mutattak be, így paprikát, paradicsomot, padlizsánt, hagymát, szilvát és almát is halmoztak a kosarakba. Emellett savanyúság, mustár és mák is sorakozott az asztalokon. Az idei kedvezőtlen időjárás, ha a zöldségeknek kevésbé ártott is, a szőlőt nem kímélte. A sok csapadék miatt kialakuló fertőzés némi bosszúságot okozott a borászattal is foglalkozó kertbarátoknak. Jobban a szőlőt viselte meg, országos szinten is, ahogy lehet hallani a napi sajtóban, meg a televízióban, a lisztharmat meg a fürtvernoszporon nagyon megviselte. Tehát az időjárás nem jön neki, mert eső után párás a levegő, és az a gombafertőzésnek egy táptalaja. Az időjárási viszontagságok és a fertőzés ellenére nem maradnak termények nélkül a kertbarátok. Egész éves munkájuk nem volt hiába való. A rendezvényen bemutatott friss zöldségeknél, gyümölcsöknél ez semmi nem igazolja jobban.